szeretettel köszöntöm kedves nézőinket az igehirdetők legújabb adásában. Mai vendégem Zala Szent Grótról érkezett hozzám, dicsértessék a Jézus Krisztus, szeretettel köszöntöm Szegi Csaba plébános atyát. Mindörökké, amen. Csaba atya, Zala Szent Grót, miről ismert ez a település az embereknek? Hát elsősorban Szent Gellért. Ugye azt mondják a legenda szerint, hogy ezen a területen átment Szent Gellért a Grót, tehát ebből adódik, hogy a Gellért, és ugye innit van a településnek is, ősi hagyománya is van. Tehát a település büszke erre a névre, azt hozzá is teszem. Minden szinte ilyen kisebb, nagyobb intézmények, majdnem hogy Gellért nevéhez egy kicsikét fűződnek, a strandtól elkezdve aztán a, még az óvodának is van egy ilyen külön szár része, ami Szent Gellértnek a tiszteletére van, nem megszentelve, de hát ott a gyerekek, tehát abban a kis kuckóban, tehát játszanak. Az, az Alaszengrót, most mondhatnám az is, ugye, hogy a strandja is azért egy kiemelkedő, nagyon sokan jönnek különböző településekről, és az Alaszengróton szállnak meg. Aztán a templomunkról csak azért annyit, hogy 270 éves templomról beszélünk, egy mocsárra épült templomról épül, é, beszélünk, aminek a falai azért kicsit meg vannak repedezve, és ahogy elődöm Bizder János atya elmesélte, hogy ez a templom annak idején a leírás alapján, tehát hogy cölöpökre épült templomról beszélünk. Elmondta az egész történetét, amit most én azért nem szeretnék elmondani, de tehát zala azért, tehát maga a, a városnak azért az ékessége, a maga a, a templom is, és a plébánia is, hiszen a plébánia szintén 260, van, szinte vagy 270 év, tehát a templommal egyidősnek azonosul. Én a... emlékszem az elődöd, Andra volt nagyon büszke, hogy 150 év alatt összesen három plébános volt ott. Igen, 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 úgyhogy most elkezdődött a 151. év, csak viccesen mondom a dolgot és most tehát én már 50 éveket nem fogok megérni Zala Szent akár mind elődeim is, de valóban ez tény és való, hogy, hogy Zala Szent hosszú időt töltöttek el, tehát plébánosok, és itt megemlítem azért Klempa Sándor, Ciszterci atyának is a nevét, aki szintén hosszú éveken keresztül, ugye, mint kormányzója volt Zala Szent is de te eleve azért sem lehet ilyen hosszú ideig, mert hogy viszonylag későn nyerted el a papszentelés kegyelmét. Igen. Én a Jóistennek egy különleges szerzeménye vagyok. Az életemből akkor csak egy dióhényi napságot azért elmondok, hogy a kedves hallgatók is megtapasztalják azt, hogy az Isten a görvéből is tud egyeneset csinálni. Na akkor halljuk. Tehát 1978-ban, amikor Vöcköndön a nagyszüleim házába laktam, és a pályaválasztásnak az ideje kezdődött el, mi legyen a gyerek. És az isteni gondviselés, amikor én kiléptem a falusi háznak a kis kapuján, és átmentem a kis hidacskán, és mentem a szentmisére, akkor az a belső érzület jött belém, kérdezzen meg az ottani atyánkat, a plébánsodat, hogyan lehet valaki pap hiszen fogalmam sem volt, hogy valaki lehet valaki pap. És aztán a mise előtt nem mertem megkérdezni. És amikor a vége volt a Szent Misének, akkor oda mentünk uh, Hegyi Laci barátommal, akivel mind a ketten, tehát minisztráltunk, és meg kérdezni, hogy hogyan, lett valakiből, hogyan lesz valakiből pap. Na és akkor elmondta, hogy ahhoz, hogy valaki a pap legyen, hát először is ugye azért minimum egy érettségit kell hozzá szereznie. Hát én nem voltam azért, hogy kiválóan nagy lómen, olyan kiváló erősségű tanuló, de ha miután ezt elmondtam ezt a gondolatomat, azt mondta az atya, akkor próbál nekem segíteni. Először megpályáztuk volna a Bencés gimnáziumot Győrben, de miután ott annyira ismerősen nem volt, és ezért a Esztergomba, a Ferences gimnáziumba, akkor ahol Tóda, Máté Teodóz atya, ő volt az igazgató, és azt Sömenek István atyát ismerte, fölvette vele a kapcsolatot, és emlékszem rá, hogy 1978 február valahányodikán, a napra nem emlékszem, hideg volt, száraz volt az idő, és ekkor kellett mennem az első felvételi megbeszélésre. Na most azért volt matematika, magyar, egyéb hasonló. A nagyjából a többibe vettem volna az akadályt, a matematika azért sosem volt annyira az erősségem, de hál' Istennek azért fölvettek. És 1978. szeptemberében ugye elkezdődött az iskola, és teljes is egészében ugye nagy szerencsémre, már mint mondom a szerencse szót, uh, Reisz Pál atya volt az osztályfőnököm, aki mit tanított volna, mint mást, mint matematikát. Jó, de mindegy lényeg az benne, itt eltelt négy év. Igaz, keményeztendő volt, hiszen azért akkori gyerekként, 14 éves falusi gyerekként, Ugye elmentünk szeptemberben, októberben egyszer hazajöttünk egy hetes szünetre, az őszi szünetre, utána a karácsonyi időben szintén hazajöttünk szinte egy vagy másfél hétre, és a következő szünet pedig április a húsvéti szünet volt. Tehát olyan nagyon nagy hazajárás nem volt. És ezt hogy viselted a 14-15 évesen? Én még talán nem tudom, a jó te mindig adott kegyelmet hozzá, erőt. De azért gondoljuk bele azt, aki volt kollégista, esetleg a Ferentes gimnáziumban járt, az tudhatja, hogy az első osztályosok 80-an voltak egy nagy teremben. A és B osztály, ugye, Ami azt jelenti, hogy 80 gyerek vaságy, és ugye ezen, ezen volt az alvásunk. Hideg víz volt, és meg volt határozva az, hogy mikor tudunk lemenni az alsó szintre, ugye meleg vízzel, ugye tusolni. Bizony-bizony sok gyerek ott sírt mellettem, akik vágyakoztak haza, akik ezt nem is tudták megszokni, és rövid időn belül ugye elhagyták a gimnáziumnak az épületét. De aki kitartottunk, azok azért végjátók igazándiból a szamár létvált, és amikor leérettségiztem, leérettségiztünk, összességében a 40 gyerekből 33-an érettségiztünk, és akkor utána én közvetlen módon jelentkeztem a hittudomány főiskolára, mint Veszprémi Egyházmegyés kispapnak. Dr. Szendi József püspök atya készségesen föl is vett, és ugye megküldte a levelet, hogy szerintem felvételt nyertem ugye a Veszprémi Egyházmegyében, de akkor azt is tudni kell, ugye 1982-ről akkor beszélünk, ugye négy évvel van beszélünk, az állam ugye kapánsból a kispapokat azonnali hatályjal vitte katonának. És a kispapok átlagosan vagy marcaliba, vagy pedig lenti zajdára kerültek. Hát ugye az Isteni gondviselője szintén velem volt, mert lenti zajda, ami a legrosszabb hely volt, tehát velem oda kerültem, de abszolút nem volt ez probléma. Tehát számomra a katonaság nem jelentett azt, hogy most mi lesz velem, hogy most korán kell kelni, hogy minden reggel kimentünk futni, hogy most ott parancsolnak, hogy ott most azt mondják, hogy sorba kell állni, vagy bármi dolog. Hát a gimnázium évek alatt mi pálatja mellett úgy meg hogy ez nekünk abszolút, -e, vagy legalábbis számomra, és azt gondolom a többi kispap társamnak a számára sem, volt ez nagyon nagy megterhelő, hogy most akkor azt mondjuk rá, hogy ez a másfél év, hogy nekünk surranó, és fegyelem van, és tesszük a dolgunkat. jó Isten mondom azt is, hogy ott is azért valame, nem valamennyire, teljes egészében velem volt, hiszen egy jó fél éve betöltöttem a, a, laktonyába, és utána pedig a nőtlen tiszti szállón, ahol a nőtlen tisztek laktak, ott voltam, mint porta szolgálatra, és akkor onnan tehát láttuk el a feladatunkat. Tehát ez a másfél év is úgy nagyjából gyorsan azért elrepült az ember feje fölött. Mennyi papnövendék so, volt ott? Nagyon ott. Ott. sok, nagyon sok. Tehát azt mondhatom például, hogy körülbelül átlagosan olyan 30 és majdnem, mintha nem azt mondom, hogy 50, de az országból, ugye miután két résztet beosztották el Marcali és Lenti, Zajda, ebből kifolyólag legalább, hát most akkor nem menjünk ötfele, de 30 ember biztos sokkal több volt a kiskop sokkal több, most, sokkal többen voltunk. És akkor doktor Pálkozdi István atya, ő jött hozzánk minden hónapban, szinte látogatókba, és az nagyon nagy élmény volt számunkra, hogy a kispapok, amikor tudtuk azt, hogy mikor István atya, akkor összegyűltünk, a, vagy a, ugye külön termet nem kaptunk, most a fűre leültünk egy helyen, és akkor ott tudtunk kicsikét beszélgetni, hozott egy pár újságot, vagy valami olyan dolgot, ami egyházi hetilap, és akkor azokat megpróbáltuk elrejteni, és közben előtte pedig kiolvasni, mielőtt elvették volna. Mert ugye sem szentírást, semmiféle dolgot a laktonyába, tehát bevinni igazándiból nem lehetett. Ez is egy nagyon jó élmény volt, ez a reformátusokkal, evangélikusokkal együtt lenni. Semmiféle felekezeti különbség, semmiféle probléma, nézeteltérés, abszolút nem volt. Tehát ez a másfél év is azt kell, hogy mondjam, hogy, hogy jó volt jó az ember számára. Tehát én nem bántam megint, most is azt javaslom minden fiúnak, hogy ezt egy kis katonaságot, egy pár hónapot is, de próbáljam ki. És amikor vége volt a, lesz, a leszereltünk, februárban szereltünk le, és akkor utána a, volt egy lehetőség arra, hogy ha valaki vissza szeretett volna menni a teológiára nulladik évre, tehát februártól júniusig, akkor az visszamehetett, és volt egy lehetőség, ha aki meg nem, az akkor helyezkedjen el, és akkor a civil életben is pár hónapot, hogy tudjon dolgozni. Na most, e, volt itt nekem egy egy problémám, egy alkalommal, amikor a, hát nem harckocsi ez, de harckocsi, tehát, de abba ki kellett ugrani, és én olyan szerencsétlenül ugrottam, hogy nekem is a hátam, a gerincem nem megroppant, de mégis úgy éreztem, hogy rettentő módon a hosszú időn keresztül fájt. És akkor én kértem egy ilyen fél éves, pici beteg szabadságos dolgot is, és jártam kezelésekre a kórházban különböző dolgokra, tehát be kellett, hogy menjek. Na mindegy, de mellette azért egy könnyű helyen, ahol nem fizikai munkát kell végezni, azért elhelyezkedtem, és ezt a fél évet én akkor ott teljes egészében ledolgoztam. Na akkor jött azért a szeptember, és Szentkereszt felmagasztalásának az ünnepé, akkor kell bevonulnunk ugye a szemináriumba. Na most visszakerültem én Esztergomba akkor a hittudományi főiskolára, és uh, itt kezdtem meg akkor a teológiai tanulmányaimat. Nagy barátságot kötöttem Pálközi István atyával, még egyszer hadd meg a nevét, hiszen ez tényleg testi és lelki jó barátomként tekintek rá. Uh, innét föntről az égből üdvözlöm őt, mert tényleg, hogy hogy, hogy nagyon sok barátság köt össze bennünket. Na, no, és uh, a, itt eltelt el, az első teológiai évem, Mindenből tehát megtettem a vizsgáimat, másod évre is visszamentem, szintén megtettem a vizsgáimat, és akkor a második év után, a tavaszán, euh, hadd hallják akkor a kedves évek is és a nézők is, ez olyan az ember életében, hogy egy kicsit az tavasz kijött, és akkor én bennem is talán a, a szerelmi ösztönök és különböző dolgok belém költöztek. És akkor én már a második év után akkor kértem azt, hogy én akkor itt a teológiai tanulmányomat szeretném befejezni. És akkor ez megtörtént. Az életben akkor ugye egy kapcsolatot teremtettem, és ebből a kapcsolatból van nekem két nagy gyermekem, amiket, amiket bárhol, mindenhol a világban azért én fölvállalok hiszen van egy nagy lányom, aki most jelen pillanatban 35 éves, van két, ott van kettő gyermek, a fiamnál pedig szintén, aki van 30 éves, 31 éves, ő pedig, ő neki is van egy fiacskája. Tehát összességében van két gyermekem és három darab unokám, akiket hűségesen látogatok, találkozom velük, és a kapcsolat az egész családdal, tehát jó. Na most, ugye a, ez a kapcsolat. Talán mondhatom úgy is, hogy azt mondja a Szentírás, Szent, Szent Lukáson is, több helyen is megtalálható, aki az eke szarvára teszi a kezét, az ne nézegesse hátra. És ez nagyon nagy bölcs gondolatám, és akármennyire is én büszke voltam és szeretem a gyerekeimet, de valami oknál fogva, amit talán emberi észszer megmagyarázni én magam sem tudok, de mindig bennem volt ez a vágy, hogy a papságnak a vágya. Hiába jöttem el. A civil világban volt lakásom, házam, tehát minden, minden autóm, ami, ami, ami egy civil élethez tehát szükségeltetik. Mivel foglalkoztál? Kereskedelemmel foglalkoztam elsősorban, több helyen, úgy, több, nem az, hogy több helyen, tehát elsősorban kereskedelem volt az az életemnek a része, amiben mondhatom azt, hogy hosszú éveket le, eltöltöttem, és azért mondhatom azt, hogy, hogy most ahol kicsit nyúltam, most bocsánat, de folyt a pénz, tehát volt mindenből pénzem. Tehát kitaláltam a dolgot, és ez mindig folyamatában, hal innét, de, de bőségesen, tehát éltem az életemet. Azért mondtam, hogy lakást tudtunk venni, autón volt, nem egy, nem kettő, tehát itt, itt, azért egy kicsit olyan, olyan báróként éltem én az életemet, tehát hogy mindenem meg volt, de valami oknál fogva egyetlen egy dolgot, hogy az agyamból ezt a papságos dolgot nem tudtam kitörölni. Jártunk szenmisére. tehát minden gyerekünk megkeresztelve, mindenki volt első az a de valami oknál fogva em, ez, ez, nem tudom, tehát ez nem működött. És... Ö, Miután az a lehetőség megadatott számomra, hogy fölkeresettem Már Gyula érsek atyát, és akkor elmondtam neki az életemnek a történetét. És mondja, hogy adjan be akkor a, a de természetesen ez a kérelemhez írjam le azt, hogy mi az, amit szeretnék, de ugye azt meg kell várnunk, hogy, ha, hogy a fiam is, aki akkor ugye akár kisebb gyerek volt, természetesen, hogy a 18. életévét betöltse. És aztán érdekes ám, hogy betöltötte a 18-at, beadtam egy kérelmet, és azt mondta, érsekatja nem. Következő esztendőben újból beadtam egy kérelmet, és érsek azt mondta, nem. Harmadik esztendőben is beadtam a kérelmet, igaz, akkor már beszéltem pálkozni István atyával, és ő is beszélt akkor Márfi Érsek atyával is, és a harmadik talán kérésre, vagy már ne egyik, nem tudom, akkor volt az, hogy amikor Érsek atya fölhivatott személyesen, és akkor mindezt elmondta, hogy miért nem vett föl? És miért nem vett föl? No. Azt én nem vett föl, azt mondta számomra, próbára akartalak tenni kitartasz, vagy nem tartasz. Van-e igazi hivatásod, vagy csak egy fellángolás van a lelkedben, hogy te pap akarsz lenni, mert annak idején akár a reverendát, akár mi megérintette a te lelkedet. Ha ahhoz, hogy pap akarsz lenni, az egy óriási kitartásnak kell lenni. Ahhoz egyszer, kétszer, háromszor, de el kell fogadni, hogy akár az előjáró azt mondja neked, hogy most neked ide küld, vagy oda küld, abban mindenben ugye engedelmességnek tartozunk. És így kerültem oda, úgy, hogy 2011-ben már akkor beszéltem Érsek és annyit mondott ugye, hogy 2012 tavaszán keressen föl dr. Varga Istvánt, a Hittudomány Főiskola, a Veszprém Hittudomány Főiskolának a rektorát, vegyen föl vele a kapcsolatot, ezt könnyen megtettem, meg annak idején rektor szintén tanított Esztergomba a főiskolán. Hány éves voltál ekkor? Ekkor már kérem szépen, 48 éves voltam. Tehát 48 évesen bekerültem a Veszprém Tudományi Főiskolára, ahol 18, és a legidősebb, talán Bihazóli barátom, aki 30 valány éves volt, 30 ővelük tartottam, ugye, a, hát ővelük kerültem egy családba, egy csoportba, egy közösségbe, de. Azért, ugye, a Normán esetben, ugye, mind fiatalok indulnak el, ugye, a papi pályára, mint annak idején jó magam is. Hát akiknek az apjuk lehet. Így van. És ott nagyon szerettek a gyerekek, Ezek a, ezek a ö, kispapok nagyon-nagyon szerettek, ö, hiszen apjuk helyett, hát én voltam az apjuk. Akiket vigasztalni kellett, akiknek még azért egy kicsikét, ilyen lelki támasz kellett, és hát azt kell, hogy mondjam, az én szobám volt az a gyülekező pont, ahol szinte néha 10-12 kispap alig fértünk el, de azért ezek a kis, a kispapok ott voltak, és ott nálam volt ugye a beszélgetések. Ott voltak ilyen lelki beszélgetések, ugye, és ez, ez őnek is fontos volt, hogyha kérdeztek valamit, vagy valami szükség volt, akkor én, mint apjuk helyet apjuk, elmondtam nekik, hogy jók legyenek, és hogyan tovább. No, tehát 48 éves voltam ekkor, de amikor beléptem a szemináriumnak a nagy kapuján, akkor azt mondtam magamnak is, hogy két dolog működik. Okol vagy Mennyország. És ezt nem azért mondtam, mert az Isten, hogy próbára vagy tegyen, vagy, vagy, vagy akármi is, de azért számomra is ez egy igazi próbatétel voltám. Újból vizsgázni, újból beülni az iskolapadba, újból fölvenni a reverendát, és alkalmazkodni azokhoz a fiatalokhoz, akikkel együtt kell, hogy legyek. Most ugye egy fiatal ember az egészen másképp gondolkodik, mint én azért 48 évesként, akár édesapaként, akár férfiként, akár csak emberként. De hála Istennek a jó Isten azért olyan természettel azért megáldott, hogy ez, ez, olyan nagyon nagy akadály nem volt nekem. És tényleg ezek a fiúcskákkal együtt mentünk kirándulni, együtt mentünk ki a városba, együtt örültünk, együtt nevettünk, és mindenben maximálisan én is részt vettem. Hiszen a, a minden esztendőben ugye volt úgynevezett karácsonyi műsor, vagy mikulás műsor, Ugyanúgy én is beöltöztem, akár Mikulásnak, Krampusznak, különböző dolgokba, amire fölkértek, és ez, ez így, tehát én is beolvattam, magyarán szóval, a, a 20 évesek közé. De azért az előjárok nagyjából a te korosztályod voltak. Igen, tehát, hogy ez igen. azért ez nem volt egy kicsit fura érzés. Fura érzés volt például, akkor ugye azt mondtam, ugye, hogy Varga István atya tanított annak idején még Esztergomba, tehát a főiskolán, aztán Kocsi Gyuri atya, aki amikor ekkora kis gyerek voltam, akkor mi neki, amikor még. Búcsú Szent László volt, hogy káplán, és átjött vöckönre, ott helyettesítette az ottani atyát. Furcsa volt, de de úgy éreztem, hogy megérkeztem. És én innétől már nem akartam azt, hogy, hogy most ezen hezitálok, hogy jó helyen vagyok, vagy nem jó helyen vagyok. Én tudtam azt, hogy az Isten meghívott éreztem, tudtam ezt a, ezt a vágy, ez annyira bennem volt, hogy, hogy, amikor akár este becsuktam az ajtómat, és én hálát adtam minden egyes ott eltöltött napért, hogy, 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 hogy ez az út, ez a, ez a, hivatás, ez az én hivatásom. És azért mondtam itt az előző mondatomban, hogy az Isten, tehát a görbéből, ami az életemnek az útja volt, hogy tudott egyenesen csinálni. Akinek ez a hivatása, ez a belső vágya, az, az csak ezen az úton tud haladni igazándiból. Én azt gondolom. És ezt, ezt én, én, én nem azt, hogy most elmondtam ö, mindenkinek, de a hivatás az, a, az, az egy olyan belső érték, hogyha ki tudtam volna törölni az életemből, akkor kitöröltem volna. De még egyszer szeretném elmondani, volt pénzem, nekem lakásom volt, autóm volt, garázsom volt, tehát mindenem volt. És azt mondtam, független mindattól, ott hagytam két évig mindent, és bementem egy egyszobás kis cellába, és éltem az életemet. Hát az és igazi boldog. evangéliumi, nem? Az igen. elhagyja anyját, apját, igen. testvéreit, igen. gyermekeit, Igen, Na, igen. Ez egy... igen, uh -huh. igen. Tehát számomra ez egy boldog örömteli időszak volt. Nem azt mondom, hogy visszasírom azt a két évet de semmi bánt, semmiféle olyan dolgot nem tudok mondani, egyetlen egy napjára se, hogy megbántam volna azt, hogy most én beléptem ide a szemináriumba, hogy ezt nekem 48 évesen újból végig kell csinálni. És egy csodálatos érzés. Tehát, tehát akinek azért igazi hivatása van, ne adja föl. Ne adja föl. Gondolkodjon rajta, hogy esetleg hol hibázott, de, de, de még egyszer mondom, az Úristen a görbéből tud egyenesen csinálni. És akkor két évvel később. Két évvel később. Ott az Igen. Előtt. És akkor valóban tényleg Nagy ott, feküdtem diákonusként 2013. október 12-én, akkor Szent föl érsek atya, ugye diákonusnak, és ott is elmondta ő is ezt, hogy, az, hogy miért játszod velem egy kicsit ezt a macska egérjátékot, hogy valóban ez a hivatás. Nem egy föllángolás, hanem akkor ez hivatás legyen hogy nem, akar, nem, akart ő sem azt, hogy ő is meg akar győződni arról, hogy, hogy most egy 48 éves embernek mi a fészkes fenének kell visszajönni a szemináriumba. Ugye? Tehát már öreg is vagyok, gyerekeim is vannak, minek? És én azt gondolom, hogy nem az, hogy büszke lehet rám, de, de, de valóban azt kell, hogy mondjam rá, hát adok neki, hogy, hogy szentelt, hálát adok azért, hogy papán szentelt, és hátadok adok azért is, hogy 2014-ben, amikor megkaptam a levelet, akkor ő kinevezett egyből Lébáni kormányzónak, Nemesapátiba, ott megkaptam a három települést, Nemesapátit, Alsó Nemesapátit, és vöcköndött azt a kis települést, ahonnan a házunknak a, a kiskapuján kiléptem, és megkérdeztem ugye az atyától, hogy hogyan lehet valakiből pap. Hát akkor így lett valakiből mégiscsak a Jóisten kegyelme által tényleg, hogy pap, és hűségesen tényleg azt hogy mondjam, szolgáltam és szeretném is szolgálni ö, most a jelenben akkor a Zala Szengróti híveket, és ugye hogy csak annyira, hogy Nemesapátiba azért hét esztendőt valóban ott eltöltöttem. A hívek azt gondolom, hogy ott is fájó szívvel, mint papot, ö, mint embert engedtek el, Mai napig is még azért vissza járogatok, még például jövő hét szombaton lesz ott egy esküvői szertartásnak a megtartása, amire még fölkértek, egy-két keresztelőt is még az visszamenőleg elvégeztem. Tehát az a hét év is, nem és a tibb, azt gondolom, hogy a világnak a legszebb évei voltak. És milyen volt egyébként frissen szenteltként bele a mélyvízbe? Tehát, hogy ezt így átélni, megélni? Igen. A, Hálásra vagyok Kislászló Esperes atyának, aki mindvégig azért kísérte az utamat. Nagyon sok dologba segített. Ugye azért egy papnak az életében nem csak az van, hogy imádkozunk, és elmondjuk a szentmisét. Mindenki tudja, hogy sok-sok gyakorlati dolog van, nem csak anyakönyvezés, hanem pénztárkönyvednek a vezetése, és ezekben a Kislászló Esperes úr mellettem volt, havi szinten-szinten meglátogatott, eljött, megkérdezte, Csaba, mire van szükséged? Som csomó olyan forma nyomtadványt hozott, amit én akkor láttam ugye először szinte. És ez számomra olyan volt, az ő, ez, olyan volt ő számomra, mint én a kispapoknak, hogy apa volt, és nekem is olyan volt, mint egy jó apa, aki gondoskodik a gyerekéről. És ezt hálás vagyok érte, a de valóban azt kell mondjam a mai napig is, mert ez nagyon sokban segített, hogy, hogy valóban, ugye nem csak az most, hogy elmondom az emmisét, ismerem a betüket, és felolvasom a szöveget, hanem ez a késztetés, hogy ő tényleg jött, kérdezte, mibe tud segíteni, akár anyagi részét megkérdezte, akár a szellemi részét megkérdezte, akár bármilyen olyan dolog volt, az készségesen tudott és akart is segíteni, azt gondolom. És milyen érzés volt kiállni a hívek elé, mert azért azt is mondják, hogy senki sem proféta a saját hazájában. Hogy Igen. ez neked hogy jött ez, hogy kiállsz oda, és mostantól te tartod a szent beszédeket, te mondod meg, hogy. Igen. Amikor Igen. szüleimmel beszéltem, és vártam a dispozíciót, hogy hogy hova érkezik meg, akkor azt mondtam, és abba beszéltünk a testvéremmel, szüleimmel is, hogy aki semenek István atya után érkezik, Hát, bocsánat, a szóért az kösse föl az alsó nemőjét. Ez még így szép szó. Tehát Ő is azért jó pár évtizedig volt az a környékén. Ő is 50-valahány az... évig volt, ugye nemes apátiba. Egy nagy tekintélyű emberről beszélünk, és én amikor én megkaptam ezt a levelet, és kivontottam, és azt terült ki hogy nemes apátiba eh, kerülök, hát, hogy őszinte legyek, megrémültem. Nem a, nem a fizikai félelemtől, hanem egy olyan ember után azért bálni, akinek tehetsége, hangja, prédikációi egy egész élete oda kötötte, és most jövök én azért egy zöldfülőként, aki két évet mondjuk volt a szemináriumban, ahol prédikálni kellett kétszer vagy háromszor, és most innétől pedig ki kell állni az emberek elé, és nekem is azt kell produkálnom, mint a atyának. Hát én ezt félelem fogott el. És én amikor az első alkalommal én bemutatkoztam, akkor azt mondtam, kedves testvérek, én nem vagyok, nem vagyok Sömenek István atya, én egyszerűen Szegi Csaba Tamás vagyok, aki nem tud énekelni olyan jól, nem tud úgy prédikálni, mint esetleg Sömenek István atya, de azt kérem a kedves hívektől. fogadjanak el így, ahogy vagyok. És talán mondhatom azt is szintén, hogy nevezzük csodának isteni gondviselés bárminek, de a hívek egy semmiféle olyan jelzőt nem használtak, hogy na, ez nem tudja énekelni a prefációt, vagy bármi. Magam nemében, magam egyszerűségében elmondtam a szentmiséget, megköszöngették sokszor, és innétől, tehát úgy működött minden, hogy azzal a móddal, azzal az életvitellel, hogy Szegi Csaba ilyen, így szeretjük. És tényleg azt kell, hogy mondjam rá, hogy, hogy szerettek az emberek, jó kapcsolat volt ott is a, a, a hívekkel is, és ezt a hét éven is, amit ott mondom, még egyszer eltöltöttem, ez számomra egy igazi tanuló idő volt, és hál' Istennek akkor arra már adminisztrációra ettől elkezdve mindenféle dolgot, tehát megtanultam, és amíg a 2021 március 26-án érsek atya, ugye kinevezett Zalaszeng Dóti Plébánosnak, akkor azt mondtam, hogy nem azért vállalom el jó, mert faluról most egy kisebb, nagyobb településre és az Szengrót, hanem éreztem magamban annyi önbizalmat is, hogy tudom azt, hogy meg tudom csinálni. Tehát az Isten eddig velem volt, segített, és mindenben megadott mindent, akkor, akkor innét is hiszem azt, hogy tudom, hogy káosz fog fogadni, de mégis tudok a káoszon átlépni, és szintén innét is tudok egy lépcsőfokkal talán följebb elépni. Tehát ez a megérkezés, ugye nagyon jó volt ez is, fogadtak például ott is már a kedves hívek, szeretettel, ezt hozzáteszem, és ebbe a kapcsolatban, ami a mai napig is azt gondolom, hogy tart, adtak lelki erőt és fizikai erőt is. Számomra ugye a legfontosabb az, hogy legfontosabb, tehát a fontosságban, hogy valóban lelkileg is maximálisan mellé álltak. De a másik részében, ugye miután a plébánia is felújításra került, a, ha én azt mondtam, hogy most kérek szépen öt asszonyságot ablakpucolásra, akkor valóban tényleg azt kell, hogy mondjam őszintén, 10-15-en ott álltak reggel a kapuba, és hogyha megjöttünk, és akarunk segíteni. Tehát ez Annyira ö, lelkileg megerősített, hogy azt mondtam önmagamnak is, hogy Szegi Csaba, jó helyen vagy olyan értelemben, hogy a hívek melletted vannak. Hiszen egy papnak az életében is azért az nagyon sokat számítám, hogy érzi azt, hogy a hívek ott vannak mellette, és segítenek is, vagy csak mellette vannak is, áldig állnak. Tehát ez ö, jöttek, mondom, férfiak, nők egyaránt, és mindenféle közös munkát gyönyörűen meg tudtunk oldani, és erre is azt mondjuk rá, hogy a plébánia elkészült, és ha hogyha felszentelte, megáldotta az épületünket, és bárki belép az ajtón, örömmel fogadom, szeretettel szintén. De azért a hívek hogy fogadtak téged, akár új 50 évesen, azzal a múltal, ami mögötted volt, hogy azért ott főleg, hogy arról a környékről származott, tudták, hogy Igen. családod volt vagy. Igen. Van. Most a hírek, ugye Igen. tudtuk ezt mondani, a, a hírek ugye mindig megelőzik hát. az embert. A rossz hír is, jó hír is mindig megelőzi az embert. De érdekes, tehát senki nem jött oda, hogy azt mondta volna, atya, maga mit keresít? akinek van két gyereke? Hogy akar maga pap lenni? Vagy paposkodni? Hogy minket vezetni? Azt kell, hogy mondjam rá, hogy a hívek azonosulni tudtak az én életemnek a részével. Senki nem vetette meg azt, hogy van nekem családom, senki nem mondta azt, hogy hogy na, ez a pap ilyen vagy olyan, pedig ö, mondhatták volna. a háttérben. Hát vagy csak távol maradtak. Csak távol maradt, igen. De 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 végigmegyek a városon, köszönnek az emberek. Tehát abszolút ezt nem tudom úgy negatívként erről semmit sem ö, nyilatkozni, hogy az emberekben, hogy mi zajlódott le. Lehet, hogy valakiben benne volt, csak az nem merte megkérdezni, de őszintén szólva, most is azt tudom mondani, hogy az első vasárnapon én föltártam az életemnek a részét, teljes egészében elmondtam, hogy ne az legyen, hogy az atya ezt nem mondta el, hogy ő neki hogyan, miképp, merre meddig. Ez egy azt gondolom, hogy tiszta játék volt az életemben, hogy akár nemesopátiban, amikor kerültem, Vöcköndön a kis tudták az életemet, de a többi helyen is igazándiból azt gondolom, és ez, ez senkinek legalábbis mondom, lelkitörést nem hiszem, hogy szenvedtek. És elhet. a paptestvérek hogy álltak ehhez? A paptestvérek, azokat nem tudom. Azokat majd legközelebb egy más személytől tessék megkérdezni, azokat nem tudom megmondani. De én úgy érzem, hogy akár melyik kollégával együtt misézünk, soha nem úgy néz rá, mint a véres késre, hogy most a Szegény Csaba mit keres itt, vagy hogy hogyan és miként. Tehát elfogadták ezt, ezt, és hát nem tudom, tudnak e azonosulni vele, vagy sem, de szerintem a kollégalitásban nagyon jó kapcsolatot tartunk fenn egymással, és senki nem húzza ki azért magát, mert hogy nekem mondjuk más úton jártam előtte. De úgy valahol, meg a pasztorai azokban talán könnyebb dolgod is van ilyen élettapasztalattal hátad mögött, igaz? Igen, 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 mert hogyha most azt mondjuk rá, hogy akár a családi életről, hogyha beszélünk, most nem akar, aki márti lenni, és szent lenni, és, és ahogy a család még így, meg úgy, de, de, de talán megértem azt is, aki, akinek akár a családi élete mondjuk ketté válik. Tehát ezt is, ebbe is szembe kell néznünk ezzel. Többen jöttek hozzám is, és akkor, akkor talán nem most, hogy vigasztaló szavakat, hogy adjak, de ebbe, ezzel is szembe kell, szembesülnünk kell. Aztán a, akár a, a fiatalok szempontjából is például jöttek, jöttek, akik szintén megkérdezték, hogy ezt most én hogyan csináltam végig, hogyan lettem pap, és akkor őnek is ezt elmondtam ennek a történetét. Talán, talán a, ez a családok részéről nem jelent olyan törést, hogy most egy olyan papunk van, akinek van hivatalosan, jó? Tehát ezt hozzá szeretném tenni, hogy hivatalosan mondjuk két gyermeke. Mert ez így, így egy a családok részéről mondom, semmiféle olyan, olyan dolgot nem éreztem, ami, ami, ami kivetni való lett volna például de ez neked külön ajándék ilyen szempontból akár itt. Igen, engem az Isten nagyon szeret. Az Isten engem megajándékozott mindennel. Ha végveszük a hét szentséget, akkor majdnem mindegyik most már a, a, beletartozik ebbe a dologba. Tehát az Isten azt szokta mondani, hogy a tenyerén hordoz. És nem hiába Izaias profétának a gondolatát választottam, hogy az Úristen megnyitotta a fülemet. És ez így volt, hogy újból meghallani az Isten szavát. Tehát a számomra ennek a, a befogadása, ennek az útnak az elindulása, hát ugye azért egy külön ajándékám. Én emlékszem rá édesanyámnak, amikor mondtam azt, hogy szeretnék visszamenni papnak, fiam minek, ugye? Tehát amikor elindultam, akkor ők még 48 évesen sem tapsoltak azért, hogy a fiúcskájuk, ugye, hogy, hogy visszamegy, ugye, vagy hát a krújból, hogy a papi pályó után érdeklődik. Tehát ez... És ez megváltozott utána? Megváltozott utána. <laughs> Mi kellett hozzá, vagy... <laughs> jó, most már, már nem azt mondom, hogy szent a béke, <laughs> jó, de ugye édesanyám ezt, ezt, ezt nehezen tudta. Amikor, kis, amikor először elindultam a pályán, akkor is, és amikor 48 évesen Zalaegerszegen átléptem a kis ajtónak a küszöbét, és beültem a kocsival, és édesapámmal elindultunk West emlékszem rá, jó, a teraszon ott volt, intett, de hát nem tudom, hogy magában mit gondolt, ezt most nem mondom, vagy nem tudom, de sose tapsolt azért. Van testvéred? Van. Uh -huh. Ö, ta sose tapsolt azért, hogy most én újból visszatérek a vajpályára. Uh -huh. a mi lehetett nem. ennek az oka egyébként? Talán le, nem tudom, talán azt is mondhatom, ugye, hogy ö, aggódás, aztán, hogy idősebbek, hogy, hogy mellettük legyek, nem tudom. Most ö, úgy érzem, hogy tehát így, hogy, hogy pappá szentelődtem, ugye van bennük egy nevezzük nevén a dolgot, jó, egy büszkeség is, hogy akkor mégis na, a gyerekből pap lett, jó, tehát, tehát ugye ezt is ki kell mondani. És így most már ö, megbékéltünk egymással, jó a kapcsolat, nem mi, hogyha előtte nem lett volna jó a kapcsolat, csak mondom, ez a papságos dolog, ez, ez ugye édesanyjának a fejébe, hát ugye nehéz, hogy most a gyereke, ugye azt mondjuk úgy újból és újból, ö, hogy pap akar lenni. Pedig hát akkor már 48 éves voltam. De igazából biztos megnyugtató az is, hogy viszonylag közel ez hozzájuk. Igen, 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 igen. Ez is nagyon jó, és ezt annak idején természetesen, hogy érsek atyával is, már félsek atyával, még ezt a diszpozíciót megírta volna. Azért ő készséges volt, tehát ő behivatott, beszéltünk, és azt én valahol kértem is, hogy ha, ha Káplánnak is kinevezne, de akkor olyan helyre, ahol azért, azért békesség, barátság, minden megvan, és akkor mondta azt, hogy nem, hanem, hanem elküld egy egyszerűbb helyre, nem mondta meg ezt a nemes apát itt annak ideje meg, egy egyszerűbb helyre, aminek a feladatát el fogom tudni látni. És akkor így kerültem ugye három faluba, és utána pedig egy év múlva kaptam még hármat, aztán körülbelül három év múlva kaptam még kettőt, és így lett összességében nyolc település, amit el kellett ugye látnom. És még egy gondolatot a kedves híveknek is azért elmondok. Az volt mindig a kérésem az Úristen felé, hogy amit az a 25 év alatt kihagytam, az 6 pótoljam be. És megmondom, hogy miért. Azt történt ugye, hogy először kaptam három települést, ahogy mondtam, utána kaptam hozzá még hármat, és én vasárnap azért hat misét elmondtam. Elmondtam délelőtt négyet, és délután kettőt. Na, amikor azért kineveztek Zalaszengróti plébánosnak, akkor beszéltem vele szintén, és azt mondtam neki, uram, ez alatt a te hét év alatt én folyamatában minden vasárnap hat misét elmondtam. Nem haragszol, de most nem is kérek ennyit. Elég a négy. És így van, így most minden vasárnap, hála Istennek azért négy misét természetesen, hogy elmondjuk, néha öt van, de, de ez még belefér akkor a keletben. Mert itt Zalaszengróton mi tartozik még a plébánia templomhoz? Hát Zalaszengróton ugye maga egy kedvarosi rész, ugye a kis szengrót, uh -huh. ahol szintén olyan 70-80 ember azért vasárnaponként, ott van a Szent akkor Zala udvarnak, Tekenye, Tüske Szent Péter és Csáfort. Uh -huh. Tehát nem kicsi a terület, és ugye itt azért egy komoly iskola is van, ahol Hál' Istennek, azt kell, hogy mondjam, hogy a tanulóknak a létszáma, szinte a része, az hittanos. Az hittanos. És ez is nem azt, hogy most büszkeséggel tölt el, de nagyon sokan visszairatkoztak Etikáról, Hittarra, és a, a két osztálynak a létszáma, ugye átlagosan ez ilyen 28 20 valány ember, összességében tehát majdnem közel, majdnem 60, de ebből közel azért 40 ember legalább, akik, akik hittarra járnak. Két osztály van, párhuzamban egy kolléganővel tanítjuk a hittant, és itt is az iskolába, ugye, tehát a szlogen Csaba atya megérkezett, és akkor már nagy üdvivalgással fogadnak a gyerekek. Jó a kapcsolat, nagyon jó a kapcsolat, és amit, amit ugye említettem egyszer, hogy hogy évelején akkor lángosütés, évvégén palacsindosütés, de természetesen, hogy évközben is minden program működik. A Szent Miklóstól elkezdve a Szent Márton járásig, a betlehemes műsoroknak az előkészítésében a gyerekek maximálisan részt vesznek. És járjuk a környéket, hívnak bennünket a különböző településekre is, és ott is akármilyen program van, tehát szívesen vesszük és fölépünk a gyerekekkel. Fontos neked a tanítás? Fontos a tanítás. És miért? Megmondom, hogy miért. Egy papnak a jelenléte egy iskolában azért az, 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 az nem az, hogy most sokat vet a de a gyerekekkel való kapcsolat. Ha azokat elhanyagoljuk, akkor így, mint a, 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 a vízesés, vénünk lefelére. A gyerekeknek fontos az, hogy pappal találkozzanak. Hogy atyával találkozzanak. És ne csak a templomban. Ne csak a templomban, nem. Nem, hogy atyával találkozzanak, hogy, hogy mi ö, elmegyünk egyet -egy közösen akár biciklizni is. Tehát bármi programban, de az atya legyen ott. Tehát ö, bármilyen hitoktató jó, mindenki, tehát nincs ezzel bajság, de de azt gondolom, hogy egy papnak a személye, az például a, a pedagógusoknak a személybe is, az nagyon sokat vet, hogy megjött a plébanos úr, vagy megjött a csaba atya, csak egyszerűen. És akkor a pedagógusokkal is váltunk egy pár szót, megkérdezni, vagy ők is elmondják a maguk nem csak problémáikat, nem csak a gyerekek problémáját, hanem a saját maguk problémáját. Hát hozzám sok pedagógus jár, aki csak nem gyónásra, jó? nem gyónásra, csak egyszerűen elmondja azt, hogy ezzel a három hónap alatt mi az, ami történt vele. És fárasztó a tanítás, én ezt nem, nem azt mondom rá, hogy nem, hogy gyerekekkel való foglalkozás ugye nem egyszerű, de tudják már az én kérésemet is, tudják a viselkedési módot is, és zajlik az élet. Reverendával jársz a gyerekek közé? Nem, <laughs> nem nem reverendában járok, tehát papi civilben járok, öltönyben járok, tehát ezt teljes mértékben ezt ragaszkodom, hogy, hogy ez mind meglegyen. A reverendát hát csak a vasárnapi szentmiséken veszem föl átlagosan, de sem, tehát ilyen, tehát iskolában, vagy, vagy olyan helyen, hogy most egy, egy összevetelre, oda, oda, nem, papi civilbe, tehát így, így közlekedem. És hétköznap mennyi feladat van ennyi településen? Hétközben, ugye miután azért Zalaszengrót, több település tartozik hozzá. Tehát van úgynevezett, jó, a temetések, ugye azok nem azt mondom, hogy folyamatában, de, de minden napra, minden napra szinte valamilyen programunk van azért. Tehát, ahogy említettem, a rózsamisztikától lekezdve, az első péntekesek, amikor jönnek hozzám, akkor a, 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 még a civileknek is van az énekkar részéről, akik gitároznak, és e, ugye az énekes-gitáros misétűje tartunk, azokkal is van mindig egy megbeszélésünk. Nem az, hogy ez egy annyira kardinális kérdés lenne, de például, hogy atya, milyen, milyen, énekek legyenek. Sokszor mondom nekik, hogy lányok, már ezer éve énekeltek, nektek kell tudni. És tulajdonképpen kérdezi meg senki, hogy atya, mit prédikál vasárnap, hogy csak hallgatjátok. Tehát, de mégis ezek a kis összejövetelek, ezek is fontosak. És akkor hétközben is például, eh, ahogy mondtam, hogy ilyen kis lelki összeszenések. Például, most mondjam azt, egy kolléganő most jelentkezett Veszprémbe a hittudományi főiskolára, hogy megy Hittan Szakra. És kapott két kérdést, az egyik uh, Szántó Szent, uh, uh, Konrád könyvéből, boldog Gizellából egy gondolatsort állítson össze. A másikat hirtelen most nem szembe, de mindegy, de jött, és hogy segítsen neki. És akkor valóban leültünk egy kicsit, belenéztünk ide, belenéztünk oda, és akkor, akkor így, jaj, atya, köszönöm, és akkor ebből összeállít egy kis történetet, és akkor ezt a eszét fogja most leadni ugye, a, a főiskolára. Mondom azt, hogy olyan nap nincsen, hogy nem csörög a telefon, hogy nem nyílik ki az ajtó, tehát mindig van valaki, aki valamiért jön. Valaki csak azért jön, atya, hoztam egy tárc és én. Köszönöm szépen. Jó. Jön egy másik ember, atya, megfejtettem a bort, hoztam a gyüvegbort. Jöjjön, Köszönöm. Tehát zajlik az élet. Te... Tehát... Sose bántad meg ebbe a tíz évbe, hogy visszajöttél, mentél? Nem. nem, nem, nem. határozott a válaszom. Nem. Tehát, csak viccesen mondom, ha cigánygyerek esné az égből, akkor sem nem bánná meg a dolgot. Ez, nagy, ez, 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 annyira, ez a vágy, ez csak azt tudja, azt tudja tényleg, aki, 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 aki benne van. Tehát nem, nem azért mentem vissza, mert, mert, mert hogy akár az volt a, a, a családi élet vagy bármilyen oktán fogva. Tehát magam se tudom ö, konkrétan azt most meghatározni, de nem tudtam kiradilazni. Ez nem egy matematikai rossz feladat volt, és kiradírozom, aztán írok helyett a másikat, és akkor megvan a megfejtés, és akkor le van tudva a dolog. Tehát ez bennem, bennem volt 14 éves koromtól. Megbotlottam, elestem, de hogy a migodunk, Jézus Krisztus háromszor első a keresztel, de mind a háromszor fölkelt. És ez is motivált ebbe a dologba, hogy talpra állni. És mondom, háromszor nem vettek föl, de egyszerre azért fölvettem. Hála Istennek, köszönöm Hála Isten. szépen, Csaba Atya, hogy eljöttél, és megosztottad velünk ezeket. Köszönöm én is. És köszönöm szépen önöknek is, hogy velünk voltak. Viszontlátásra dicsértessék a Jézus Krisztus!